mindenek előtt köszönöm szépen ezt a Tormai Károlyról elnevezett kitüntető elismerést. Én Villányban születtem, és a középiskolai tanulmánya miatt Mohácson a Kisfaludy Károly gimnáziumban végeztem. 10 éves koromtól kezdve szerettem volna orvos lenni, és ez az elképzelés érettségi után vált tudatos elhatározássá. 1973-ban kaptam diplomát, orvos egyetemen, Pécsett. A szakképesítéseimet Pécsett a bőrklinikán, gyermekklinikán és a gyermekkórházban szereztem. 2008 óta dolgozom itt Szekszárdon, és úgy érzem, hogy szakmai ismereteimet, tapasztalataimat itt és most tudom legjobban, legeredményesebben hasznosítani. A gyógyító munka mellett, a mindennapi gyógyító munka mellett a fiatalok képzését, munkáját tudom segíteni, támogatni. A munkatársaimmal bátran vállalkozhatunk szakmai továbbképzések, akár országos rendezvények szervezésére. És a gyerekosztálynak a felújítását, továbbfejlesztését is nyugodtan kezdeményezhetjük, hiszen biztosak lehetünk abban, hogy a kórház vezetői, orvos kollégái, a megye és a város vezetői, cégei, civil szervezetek ebben a tevékenységünkben támogatnak. A közelmúltban közérzetemet az is nagyban javította, hogy 3 lányunokánk született, akiknek a feleségemmel együtt igyekszünk a legjobb mamája és papája lenni. Összegzésképpen azt szeretném elmondani és a fiatalok figyelmébe ajánlani, hogy itt Tolna megyében, azon belül Szekszárdon jó élni és dolgozni. Érdemes az itteni kedves emberek figyelmét és elismerését kiérdemelni. Érdemes figyelni a számos kulturális rendezvényre, és azok között válogatva egyik-másikon részt venni. A dimbes-dombos tájakat és a szőlővidéket bejárni. Esetleg a szekszárdit egy-egy pincében időnként kóstolgatni. Ezt mint villányi gyökerekkel rendelkező ember mondom, aki Pécs után, hát immár Szekszárdot is lakóhelyemnek, otthonomnak tekintem. Thank you.